És nektek is, hogy itt lehetek. Köszönjük szépen a meghívást. Akikkel még nem találkoztam, Erdődi Péternek hívnak, Ráckevéről jöttünk a családommal, feleségemmel és 3 gyerekemmel. Rólunk talán még annyit mondanék, hogy a feleségem egészségügyi végzettséggel rendelkezik, én programozó vagyok, és ebből is élek, tehát nem vagyok hivatásos lelkész. De azt gondolom, hogy az Isten igéje, hogy is mondja a Biblia, hogy az Isten igéje nincs láncba verve. Ugye? Nem függ attól, hogy az embernek milyen háttere, milyen képzettsége, milyen státuszban van éppen. Az Isten lelke szólt egyszerű halászokhoz, szólt farizeusokhoz is, mint egy pálapostolhoz, szól az egyszerű programozóhoz, vagy földműveshez, vagy bárkihez. És azt szeretném, hogyha ma délelőtt szólna mindannyiunkhoz. Van vizem, köszönöm, ezt használom. Az utóbbi 2 évben szenvedek attól, hogy elmegy a hangom, főleg amikor ki kell állnom szószékre, úgyhogy de talán az Úr visszaadja és visszajön. Kérlek benneteket, hogy nyissuk meg együtt Isten igéjét. Péter apostol 2. levelét szeretném, hogyha megnyitnánk együtt. És lassan a hangom is tényleg visszajön, hála az Úrnak. És ahogy megnyitjuk Isten igéjét, én szeretnélek kérni benneteket, hogy csak egy néhány másodpercre hajtsuk meg a fejünket, és én röviden szeretnék imádkozni. Atyánk, hálát adunk neked a te igédért, és most, hogy megnyitjuk azt, töltsd be mindannyiunk szívét a te jelenléteddel, a te igéddel, a te szent lelkeddel, fiad nevében. Amen. Azért szeretem nagyon Péter apostol 2. levelét, mert ez egy utolsó levél. Ugyanúgy, mint a Timóteusnak írt 2. levél, Pál utolsó levele, Péter apostolnak a 2. levele szintén a halála előtt íródik. És tudjátok, hogyha az ember a halála előtt van, akkor csak a lényeggel foglalkozik, nem? Nem, amikor közeledik a halál, akkor az ember nagyon-nagyon tömören a lényegre akar térni. Van, hogy csak annyit tud mondani, hogy Istenem segíts. Ugye? Péter apostol nem pánikol, hanem azt mondja, hogy nekem az Úr megjelentett, hogy meg fogok halni, és ez közeledik, leteszem a sátoromat. Péter várakozva néz ezelé, mert tudja, hogyha ő meghal, akkor hova kerül rögtön? Földbe. Nem a mennybe? Nem a mennybe, a földbe kerül rögtön, így van. Azt mondja, leteszi a sátorát hamarosan. De ha letette a sátorát, akkor az elméje az alszik. Mélyen alszik, és várja azt a napot, amire ha felébred, ezt a napot várjuk mi is, ezért van kiírva oda a gyülekezet bejáratához, hogy? Mi van kiírva a bejárathoz? Hetednapi adventista. Az adventista az mit jelent? Aha. Az advent szó, Krisztusváró, az advent szó szerint azt jelenti, advenir, azt jelenti érkezés. Várja a Krisztus érkezését, és Péter is arról beszél, hogy várom Krisztus érkezését. Leteszem ezt a sátramat, nem leszek itt többé veletek, mondja Péter, de eljön az a nap, hogy mindannyian együtt leszünk. Azért szeretem nagyon ezt a levelet, mert Péter mint egy testamentumot hagy maga után, egy utolsó üzenetet a gyülekezeteknek. És ebben a levélben visszaemlékezik arra az élményére, amikor fent volt Jézussal a hegyen, amikor megjelent Mózes és Illés, amikor elváltozott előttük. És szeretném, hogyha ezeket a verseket felolvasnánk együtt. Az első fejezet, tehát Péter apostol 2. levele első fejezet, 16. versétől olvasom. Tehát az első fejezet 16. versétől olvasom. Mert nem mesterkért meséket követve ismertettük meg veletek a mi Úrunk Jézus Krisztus hatalmát és eljövetelét, hanem mint akik szemlélői voltunk az ő nagyságának. Mert amikor az Atya Istentől azt a tisztességet és dicsőséget nyerte, hogy hozzá a fenséges dicsőség ilyen szózata jutott, ez az én szeretett fiam, akiben én gyönyörködöm. Ezt az égből jövő szózatot mi is hallottuk együtt lévén vele a Szent Hegyen.
Tudjátok, ha olyan gyülekezetbe megyek, ahol még nem szolgáltam, mindig ezt az ige szakasztozom. Tudjátok, hogy miért? Azért, mert szeretnék úgy jönni közétek, mint aki nem mesterkért meséket hoz. Nézzétek meg a 16. verset. Mesterkért mese. Tudjátok, mi ez a mesterkért mese? Valami kitalált dolog, ugye? Ki lehet találni, hogy milyen szó van ott a görögben. Mindenki tudja. Kimondom, mindenki tudni fogja, hogy hát persze, mi más. Mik a görögöknél a kitalált mesterkért mesék? Hogy mondjuk szépen görögül? Még történelmel is tanulni szoktuk, hogy a görög... Azaz, mitológia, mítosz. Azon odaír a mítosz. Nem mítoszokat mesélünk, nem Krisztus mítoszt hoztunk nektek. Tudjátok, a mesterkért mesék, vagyis ezek a mítoszok, ezek, tudjátok, hogy terjedtek abban a görög világban? Voltak mesemondók. Ja, azért maradt fent ennyire nekünk a görög mitológia, le is írták, de hát ezzel pénzt lehetett keresni. Ugye Atén utcáján ül egy mesemondó, adsz neki egy nem tudom mit, egy pénzt, és meséli, hogy Zeus ezt csinálta meg Héra ezt csinálta, aztán jött Héraklész mit csinált, ugye Herkules, stb. És mesélték ezeket a mítoszokat. Péter azt mondja, én nem ilyen vagyok, és nem ezt szeretném vinni, én nem Krisztus mítoszt hozok nektek. Nem valami izgalmas történetet, hanem tudjátok, mit mondok el nektek? Nem amit az őseimtől hallottam, hanem arról beszélek, amit a szemeimmel láttam. Mit látott Péter a szemeivel? Látta Krisztust. De nem csak, hogy látta Krisztust, beszélt vele 3,5 évig, hanem látta őt megdicsőülni. Úgy fejeződik be a 16. fejezet Máté evangéliumában, hogy vannak az itt állók közül, akik nem látnak halált addig, míg meg nem látják az Isten országát. És meg nem látják az ember fiát az Isten országában, az ő dicsőségében. És hát ez 2000 éve volt, már rég meghaltak az apostolok, de nem. Úgy folytatódik a 17. fejezet, hogy néhány nap múlva maga vellé vette Pétert, Jakabot és Jánost. Péter, Jakab, János felvitte őket a hegyre, és megdicsült előttük. Mondjátok meg nekem, hogy miért nem vitte a többieket. Ez elég nagy kiszúrás, nem? Őszintén. Én legalábbis így érzem magam, olvasom, miért nem ment András, hát Péternek a testvére? Miért nem ment Júdás, neki lehet, hogy jót tett volna? Ugye? Miért nem ment Tamás, aki aztán végig hitetlenkedi az életét egészen addig, míg Jézushoz hozzá nem ér a feltámadása után? Miért nem ment a többi? Mondjátok meg nekem, miért? Ó, nem kell fejből tudni, oda kell lapozni. Jó? Gyertek velem, Máté evangélium a 17. fejezetéhez. Máté evangélium a 17. fejezete, és a 17. fejezet kezdődik úgy, hogy 6 nap múlva maga mellé vette Pétert, Jakabot és Jánost. Zárójelben mondom, hogy Péter apostol arról beszél, hogy láttuk, ugye nem mesterkért mesél János evangélium, hogy kezdődik? Igen, János első levele, nagyon jó, amit láttunk és hallottunk, azt jelentjük meg nektek, így van, az Istenek ígéről. És aztán ugyanúgy kezdődik a János első, amit látunk, hallottunk, kezeinkkel érintettünk, stb. János evangéliuma pedig úgy kezdődik, hogy mi láttuk az ő dicsőségét, mint az atya egyszülöttjének dicsőségét, stb. Maga mellé veszi Pétert, Jakabot és Jánost, mert Péter, Jakab és János, és itt van a válasz első fele, miért nem a 12, az ő feladatuk, funkciójuk, elhivatásuk az volt, hogy mint szemtanúk írják le Krisztus dicsőségét. Jakabot megöli, emlékeztek, Heródes megöleti hamar, ő még nem írt semmit. Ha írt volna Jakab levelet, ugye a Jakab levele az nem az a Jakab, emlékeztek. Ő az a Jakab, aki Jézussal együtt nőtt fel, Józsefnek a fia, első házasságból. Ha Jakab írt volna, ő is így kezdi. Péter, mint szemtanú beszél, János, mint szemtanú beszél, az ő feladatuk, funkciójuk az volt, hogy amit láttak, azt írják le. Ők látták az Isten dicsőségét, és hallották az atya szavát. Mindenki más legfeljebb 2-szer hallotta a Krisztus keresztségekor és a halála előtt, tudjátok, amikor a görögök jöttek hozzá. De itt ez a három, ennek a három tanítványnak különleges kiváltsága volt. Miért nem a többi? Miért nem jött a többi? A válasz fele már elhangzott. De gondolkodjatok egy kicsit velem. Péter, Jakab, János feladata az volt, hogy mint szemtanúk írjanak.
Írják le, mondják el mindenkinek, láttuk az ő dicsőségét. A többi 9 miért nem jött fel? Hogy? Odalent lett volna dolguk. Mi lett volna a dolguk odalent? Annak az embernek a fiát, így van. Szerintetek Jézus terve az volt, hogy a tanítványok, bocsánat, a szóért besüljenek odalent? Hogy hoztam a tanítványaithoz, és könyörögtek, és figyeljétek meg, Jézus arra jön le a hegyről, hogy veszekszenek a farizeusokkal. Testvéreim, a farizeusok gólt rúgtak, az első gól. Életükben először sikerült kapura játszani. Miért? Mert eddig mindig Jézus győzött, mindig az volt, hogy imádkoznak, meggyógyul, imádkozik, meggyógyul, feltekint az égre, bekeni sárral, személyre, bármi, meggyógyul. És egyszer csak ott vannak a tanítványok, akik egyébként már korábban ördögöket űztek, betegeket gyógyítottak, bejárták Galilea falvait és városait, és a gyógyulás nem jön. A gyerek továbbra is megszállott, habottul, sőt, sátánnak most örömünnepe van, ugye? És a farizeusok azt mondják, most megfogtuk őket. Lejönnek a hegyről, és Jézus úgy találja őket, hogy amikor sokaság az űrtek, sok ember jött hozzá, ők látja, hogy ott veszekszenek lent az írástudókkal. És jön hozzájuk ez az ember, ez a szegény apa, és azt mondja, elvittem a tanítványaihoz, de nem tudták meggyógyítani. Hogy mondtad, Adrián, mi lett volna a feladatuk? Az, hogy meggyógyítsák itt. Amíg Jézus fent van a 3 szemtanú tanítvánnyal, addig a 9 gyógyító tanítványnak rend kellett volna lenni, meggyógyítani. De tudjátok, mi volt a gond? Mit szeretett volna az a 9? Fönt a hegyen. Mit csináltak? Irigykedtek, bizony. Hát figyeljetek, most belépne ide Jézus, és rád mutat, rád, meg rád, menjetek fel vele a hegyre. Őszintén, ti hogy éreznétek meg? Én is hogy érezném magamat? Mi az, hogy Jézus bejön ide, és azt mondja, hogy ti hárman mentek a hegyre, ti maradtok. Nem érezném jól magam. Őszintén, az első emberi természet reakciója, tudja, hogy az lenne, nem az, hogy jaj, Uram, ahogy a te akaratod, stb. És az az igazság, hogy amikor ezt a szakaszt olvastam, én is úgy éreztem magam, nem is ezt, hanem amikor Péter levelét olvasom. Tudjátok, a Bibliát úgy lehet megérteni, hogy kritikus vagy önmagadra nézve, de legyen nyugodtan kritikus a Bibliával is. Éld bele magad, nyugodtan mondd azt, hogy Uram, ez miért? Miért van az, hogy 2000 évvel ezelőtt Péternek megvolt a lehetőség, és ennek a szerencsétlen Péternek 2000 évvel később nincs meg a lehetősége, hogy felmenjen a Szenthegyre, a saját fülével hallja az Atya szavát, lássa Krisztus dicsőségét, én itt szenvedek posztmodern világban, én leragadtam a viktoriánus korban. Tudjátok, milyen nekem a posztmodern világban élni? Ne tudjátok meg. És még sincs meg az a kiváltságom, hogy lássam. Még sincs meg az a kiváltságom, hogy halljam az Atya hangját, ahogy menny dörög az égből. Nem láttam Illést és Mózes, nem láttam a fényességet, nem voltam a hegytetőn. Péter azt mondja nekem, hogy ő nem mesterkért meséket mond, de nekem akkor is szent irítség van a szívemben, hogy miért nem lehetek én is ott fenn a hegyen. És tudjátok, hogy mi a válasz? Mert ha ezt most itt nyitva hagyom, akkor csak bibliakritikus vagyok, és nincsenek válaszaim. A Biblia mindig válaszol. Péter látja az Isten fiának dicsőségét. Hallja a mennyből jövő szózatot. És ez a természet feletti, ez a mindeneket felülmúló élmény, hogy ő személyesen hallja az Atya szavát, hogy látja Krisztus dicsőségét, hogy látja azt a fényességet, ami Jézust körülveszi. Ez örökre megváltoztatja Péter életét. Péter ezentúl 2 méterre a föld felett jár, és szent, és soha többé nem tagadná meg Jézust. Igaz? Majdnem. Igen, a majdnem az nem. Igen. Péter megtagadja Jézust 3-szor. De tudjátok, hogy? Na, olyan szaftosan. Szóval, galileai vagy, de mégis a tanítvány. Tudjátok, hogy mi ez a beszélgetés, hogy te galileai vagy, de mégis a tanítványa? Akarjátok tudni? A galileaiak ízesen tudtak káromkodni, és volt egy akcentusuk. Ennek az embernek meg van akcentusa, de nem káromkodik. Te galileai, te a tanítványa vagy, úgy beszélsz, mint ő. És akkor Péter, hogy bizonyítsa, hogy ő csak egy rendes galileai, átkozódva és esküdözve, káromkodva, szaftos, galileai válogatott szavakkal tagadja meg Jézust. És akkor Jézus hátra néz rá. Emlékeztek a jelenetre?
Hogy néz rá hátra? Igen, szánalom. Igen, igen, őt közben ütik meg, meg stb. Hogy néz rá hátra? Mi van a tekintetében? Szeretet, szánalom, fájdalom. De a legrosszabb. Ah, csalódás. Még rosszabb, még fájdalmasabb. Megbocsátás. És tudjátok, hogy miért? Mert ha valaki szánalommal és együttérzéssel, meg csalódással nézel, az még oké, az egy nagy fájdalom. De amikor az is benne van a tekintetében, hogy én ehhez képest is megbocsájtok neked, az teljesen összetör. Tudjátok, összetörni minket igazán a megbocsájtás tud. Ide elmehetek hozzád, és megmondhatom a szemedbe a nagy igazságokat, és lehet, hogy betalálok, tényleg. De elmondva a nagy igazságokat, hogy milyen bűnöket látok benned, stb. És hozzátenni azt, hogy de semmilyen harag nincs bennem. Ja, nem, mint Erdődi Péter jövök, mint Jézus. Ezt tisztázunk. És azt mondja Jézus, hogy de semmilyen harag nincs bennem irántad. Péter összetörik. Mi volt Péter életében a meghatározó élmény? A hegy? Vagy a völgy? Nagyon jó, hogy a halfogást mondod, mert a halfogást tudta Pétert innen kihozni. Ez az a pont, hogy látja Jézus szemében a megbocsájtást, és azt tudta, hogy nem kell elkárhozni, ez rendben van. De hogy soha, de soha nem lehet Krisztus tanúja, abban is biztos volt. Így nem lehetek. És aztán Jézus elviszi őt halat fogni, és akkor lesz tisztázva a dolog. Elbeszélgetnek, hogy szeretsz engem, stb. Nézzétek, nekem Péter életének a története az, ami lecsendesítette bennem ezt az irítséget, amit itt emlegettem nektek. Hányan voltatok fent Péterrel, Jakabban, Jánossal a Szenthegyen? Hányan láttátok az Isten dicsőségét fizikailag a szemetekkel? Hányan voltunk ott 2000 éve? Azt hiszem, hogy ebből a gyülekezetből se senki. Eddig még egy gyülekezetben se jelentkezett senki. Megijednék, ha valaki jelentkezne. Nem voltunk fent. Akkor mi a helyzet a mi hitünkkel? És tudjátok, Péter élete a válasz. Mert Péter a hitét, képzeljétek el, nem erre az élményre építette. Az apostolok nem erre az élményre építik. Megkockáztatom, Pál sem arra az élményre építi a hitét, hogy a damaszkuszi úton ő megfordult és látta a fényességet. Az egy fordulópont. Ez egy dolog. De Pál utána még nagyon sokat tanul. Még elvonul 3 napra. Nem lát, nem is eszik, nem iszik. De utána elvonul még 3 évre. Leírja. Hogy kereste a magányt, és kutatta az írásokat. Nem mondhatjuk azt, hogy Dávid, például Dávid királynak a nagy szabadulás élményei lettek volna meghatározó élmények az életében. A Betsabé eset utáni megbocsátás volt a meghatározó élmény. De akárhogy is, mit mond nekünk itt Péter apostol? Mi nem mesterkért meséket követünk, nem mítoszokat mesélünk. Első lépés, nem mítosz. Valaki azt hallotta, hogy meg így is, nem. Szemtanúként beszélek hozzátok. De figyeljetek, hogy Péter hogy folytatja. Láttuk a dicsőséget, mi is hallottuk a saját füleinkkel, és a 19. verset még nem olvastam. És ezen a ponton, kinél van új fordítású Biblia, már mint van 2011-es Revide Ált Károli, vagy 19-es, ugye ez a Veritas kiadó. Van valakinél? Revide Ált Károli? Ja, a telefonon van minden, ugye? Vagy van a Revide Ált új fordítású 2014. Felolvasod kérlek a 19. verset jó hangosan? Ezért egészen bizonyosnak tartjuk a prófétai beszédet, amely jól teszitek, ha figyeltek. Köszönöm, eddig elég. Ezért egészen bizonyosnak tartjuk a prófétai beszédet, amelyre jól teszitek, ha figyeltek. Van valakinél ez a revidált Károli is? Veritasos? 8, az a régi revidált, igen, igen. Mindegy, olvasjuk az 1908-ast, előttem is az van, és igen biztos nálunk a prófétai beszéd is, amelyre jól teszitek, ha figyelmeztek. Ki előtt van még ugyanez ez a szövegverzió? Ugye? Ja. Egyébként az új fordítás ezen a ponton egy kicsit jobb, de még mindig nem a tökéletes.
Péter átmegy egy hatalmas élményen. Azt láttuk, hogy Péter életét mégsem változtatja meg gyökeresen, de mégis az a feladata, hogy ezt az élményét elmondja mindenkinek. És ott van bennünk az a természetes érzés, hogy ha én ott lettem volna, ha nekem ilyen élményem lenne, az átváltoztatná az életemet, igaz? Nézzétek, Péter pontosan ezzel a verssel, a 19. verssel a második levelében, itt a halála előtt választ ad a posztmodern kor egyik legnagyobb kérdésére. Pontosabban problémájára. A posztmodern embernek, ugye a modern ember még az egy korszakkal ezelőtt, még hogyha tudományosan bizonyítasz valamit, akkor az rendben van. A posztmodern ember nem pusztán tudományos magyarázatra kíváncsi, a posztmodern ember mit szeretne. Már nem, az a modern világ, meg az előttünk lévő világ, amikor a bizonyíték elég volt, tehát valaminek megvan A, meg B egyenlő C, akkor rendben vagyunk. A posztmodern embernek mi kell? El legyen adva. Nagyon jó, el legyen adva. Hogyan kell eladni a dolgokat? Van itt marketinges köztünk? Egy marketing szövegben, egy reklám szövegben milyen módú igéket használnak mindig? Személyre szóló. Személyre szóló, és felszólító mód, vedd meg. Személyre, mert most már tegez, ugye? Vedd meg, nézd meg, rendeld meg, most rendeld, ugye? Egyrészt nyomja beléd, másrészt teljesen biztossá akar téged tenni abban, hogy neked az kell. Értsd meg, hogy ez neked kell. Erre szoktuk mondani, hogy a posztmodern világban egy kicsit távolról indultunk neki, de nézzétek csak, a reklám úgy működik, hogy felkelti benned az egyébként nem létező vágyat, vagy a nem létező igényt. Nem létező igényre reagál, és mégis megrendeled a az internetről, vagy innen-onnan. Miért? Mert felkelt benned egy vágyat, egy érzést. A posztmodern ember nagyon-nagyon érzelemvezérelt. Erőteljes az individualizmus, ugye az én véleményem mindenek felett, és az én véleményemre az érv, ami hűvös logikával elhangzó érv, nem hűvös logikával való reakciót vált ki, tehát azt mondom, hogy egy meg egy az kettő, te azt mondod, egy meg egy az három, nézzük meg, nekem lett igazam. Nincs ilyen. Azt mondod, egy meg egy az kettő, talán láttátok ti is ezt a kis videót, a 2 meg 2 egyenlő 22, ki az, aki látta? Ezt nagyon szeretném, ha megnéznétek, jó? Egy fiktív, igazából szimbolikus történet arról, hogy egy hét alatt egy tanár hogyan veszíti el az állását, mert kijavította a kisdiákját, hogy 2 meg 2 az 20, nem 22, hanem 4. Láttátok? Láttátok? Ez a posztmodern világ. Ez hétfőn történik, és csütörtökön már a tévében vitatkoznak, hogy most 2 meg 2 az 4 vagy 22. Nézzétek, azért beszélek itt a posztmodern világról, mert posztmodern világban élünk, és egy posztmodern világot kell megszólítanunk. A posztmodern világban már nem a hűvös érvek, meg a levezetés, stb. Én is ez a típus vagyok, hogy szeretem, hogyha a dolgok le vannak vezetve. A-ból következik B, B-ből C. De az emberek individualizmusát, azaz az én véleményem mindenek felett. Az ezzel kapcsolatos érzelmi, hogy is mondjam, bástyát iszonyat nehéz áttörni. És meg kell találnod azokat a módszereket, hogy hogyan tudsz... Csippant az órád, mennyi időn van? Amennyit csak akarsz. Lezárhatjuk itt is, és akkor gondoltad. Itt van az ember, és körbe van bástyázva érzelmekkel. Bemész egy azt hiszem tengerbiológiai kiállításra, megtörtént eset. Oda megyünk, és feltesszük a kérdést, hogy van az, hogy a mélytengeri állatoknak is van vörös vértest, mert ugye az inkább a napfénnyel kapcsolat, stb. Nem kaptunk tudományos választ, hanem lekiabált minket a biológus. Hogy maguk is kreacionisták, maguk is teremtés, és hagyjanak békén ez a... Látjátok? Egy olyan világhoz érkeztünk, amikor az érvelés kevés. Meg kell találnod előbb azt a tiszta pillanatot, amikor már az érvek elhangozhatnak. Át kell jutnod olyan falakon, olyan érzelmi beállítottságokon, olyan hogy is mondjam, az egón, meg kell mászni az egót, és bejutni, mert az emberek egy dologban hisznek, ami az én élményem, amit az én szemeim láttak. Az élmény. Ezért egy posztmodern világban nagyon-nagyon jól megtalálta a helyét az élmény központú
kereszténység is. Nem azért van, hogy is mondjam, látjátok populárisnak, meg népszerűnek az élményközpontú kereszténységet, a pünkösdi egyházakat, a különböző karizmatikus mozgalmat, stb. Nem azért látjátok őket populárisnak, mert végre megtalálta a kereszténység, az emberiség igazi igényét, és végre tudunk reagálni. Nem. Ennek a korszaknak az igényét találta meg. És erre mondja a filozófus, hogy aki a korszellemmel köt házasságot, az... Ismeritek, Kierkegaard? Aki a korszellemmel köt házasságot, az hamar megözvegyül. Ha az egyház a korszellemmel köt házasságot Jézus helyett, hamar megözvegyül, hamar özvegynek találjuk magunkat. Mert a korszellem változik. Ez a korszak is lehet, hogy meghal, nem tudom, mi lesz a következő, nem tudom, hova lehet ezt még fokozni. De figyeljetek, Péter apostol, hiszitek vagy sem, 2000 évvel ezelőtt a mi korszakunkra reagált. Azt mondja, figyeljetek, élmény kell, nekem megvolt. Tudjátok, hogy tagadtam meg utána az Urat? Gond nélkül, mármint, hogy a gond utána jött. De olyan nagyot tudtam káromkodni, hogy az kell. Bebizonyította Péter nekünk azt, hogy az élmény, ami meghatározónak kéne, hogy tűnjön, semmit nem ér, ha az ember nem alapozódik meg miben. Felolvastad, és felolvastam én is, két fordításból hangzott el. Igen, biztos, nálunk a prófétai beszéd. Nézzetek rá, mi van odaírva? És most a 1908-as Károlyt nézzétek. Igen, biztos nálunk a prófétai. Tovább? Ki előtt van nyomtatott Biblia? Mi van odaírva? Igen, biztos nálunk a prófétai beszéd. Nézzetek rá a nyomtatásra. Mi van oda? Hogy van nyomtatva az is? Dölt. Mit jelent a dölt? Nem azért, mert fontos, ki kell emelni? Nem. Ez fordítói kiegészítés. Húzzátok le az is nyugodtan, akinek olyan a fordítása. Nincs is. Ugye ezért mondtam, hogy az új fordítás itt egyen jobb. Ugye ott nem írja, hogy is az új fordításban. Nem, ott talán nem. Igen, biztos nálunk a prófétai beszéd, amelyre jól teszitek a figyelmeztek. Nem is. És figyeljetek, itt a posztmodern ember problémája. Oké, lehet egy biztos prófétai beszéd, de itt van az élményem. Péter azt mondja, az élmény hiába való volt. Posztmodern ember, az élmény hiába való. Mire eljutsz arra a pontra, hogy ezt ki tudod valakinek mondani, akkor már elég sokat dolgoztál. Erre van, hogy nem tudjuk megspórolni azzal, hogy adok egy könyvet, azt jól van. Kell a személyes kapcsolat, kell az utána, kell az imádság, stb. Energiát kell belefektetned abba, hogy azt az embert megtaláld, az elveszettet megkeresd. Azt mondja, hogy nem az élmény, hanem a prófétai beszéd, amelyre jól teszitek, ha figyelmeztek. Még hagy erősítsen meg, nem azt mondja, hogy igen, biztos a prófétai beszéd, hanem a görög azt mondja, fokozás van, még megerősítettebb nálunk a prófétai beszéd. Vagyis akkor most nézzük egybe az egészet. Péter azt mondja, láttuk, hallottuk, maga az Isten szólt, fent voltunk a Szenthegyen, olyan élményünk volt, ami senkinek, de ez az élmény azért adatott, hogy leírjuk nektek, mert tudjátok mit? Van valami, ami még annál is biztosabb, mint amit ott láttam fenn a hegyen. Van valami a kezemben, és az a te kezedben is ott van, ami nagyobb, hatalmasabb és erősebb annál, hogy a saját fülemmel hallottam az Atya hangját. Tudod, mi ez? Azt mondja Péter. A prófétai beszéd. Szentirítség vége. Nem voltam ott a hegyen, ti sem voltatok. Azt mondja Péter, nyugalom, van valami jobb. Hát most ki vagyunk segítve, nem tudom hányan vagyunk, akik már belealudtunk valaha bibliaolvasásba. Nem kell felemelni a kezeteket. Volt már, hogy fejetek így lebukott bibliaolvasás közben? Gyakorló bibliaolvasók tudják, hogy igazat mondok, nem kell jelentkezni. Akkor hogy van az? Várjatok, mi történt még ott a hegyen? Ott akartak maradni, építsünk hajlékot. Neked Mózesnek. És mit mond róla? Miért mondja ezt? Mert nem tudta, hogy mit beszél. Bebólintott ő. Sőt, amikor a legnehezebb pont jött, ugye Getsemáné, akkor tényleg aludtak, mint a bunda. Testvérem, hogyha elalszol az ige fölött, nem azt mondom, hogy ne aggódj, aludj tovább. Azt mondom, mással is megtörtént.
A három ugyanezzel a három apostollal, Getsemáné kert, legfontosabb pillanat, alvás. Tudjatok róla, hogy Sátán eszköztára nem a szuperszónikus rakéták, meg a stb. Altatóbomba például. Nagyon nagyot tud robbanni, és mindenki elalszik tőle. Sátán módszerei olyan válogatott fegyverek, amire nem is számítottál volna. Például bealudni. Én is bealudtam már bibliaolvasás közben, szerintem, ugye jeleztétek, nem egyedül vagyok ezzel. Nem attól, tehát ne élményt várjatok a Bibliától. Azt mondja Jézus felszólító módban, mondja, hogy vigyázzatok és imádkozzatok. Ugye szó szerint mi van ott? Virasszatok és imádkozzatok. Igenis, támaszd ki a szemeidet, és figyelj oda, mert Sátán, amikor a kezedbe veszed az igét, Sátán tudja, hogy veszélyben van az országa. Pánikol, és mindent bevet. Jön a koncentrációzavar, jön a, megcsörren a telefon, telefonodon olvasod, jönnek az üzenetek, ugye? Teg a értesítések, és ki kell őket nyomkodni. Olvasod, leülnél végre olvasni, a gyerek akkor sír fel, vagy hány ilyen élmények van, akik szülők vagyunk. Mindent be fog vetni, csak azért, hogy azt az igen biztos, még biztosabb prófétai beszédet, ami nagyobb élmény, figyeljetek, nagyobb élményt akar neked adni az Isten a Biblia olvasásával, mint az, amit Péter átélt a hegyen. Értitek ezt? Péter maga mondja, láttuk, hallottuk, mondok egy nagyobbat. Az Isten valami még nagyobbat akar neked adni, hogyha a kezedbe veszed a Bibliát, és Sátán bepánikol. Mondom, üzenet, csörgés, ADHD, minden jön. Ilyenkor minden jön. Tarts ki. Ne tedd le. Maradj meg. Itt van a szentek béketűrése, ugye, kitartása. Itt, akik megtartják Isten parancsolatát és Jézus hitét. Testvéreim, Sátán csapdája az, hogy nincs időm Bibliát olvasni. Sátán csapdája kettő, az, hogy úgyse értem, amit olvasok. Sátán csapdája három, hogy mivel nem értem, hogy mit olvasok, ezért megnézem, hogy más mit mond róla. Nem. Az Isten személyesen akar hozzád beszélni. És tudod, honnan tudod, hogy az Isten személyesen szólt hozzád? Ez a különleges. Nem mások megvan a szerepe, azért állok itt, ugye, hogy mások által szóljon, de az én feladatom az, hogy menjetek haza és olvassatok, hogy ezt elmondjam, csak egy kicsit körítve 3-4 órában. Vedd a kezedbe az igét, és hagyd, hogy az Isten személyesen szóljon hozzád. Azt mondja, és itt van Sátán csapdája 3, amikor mást kezdek kérdezni, tudjátok, mi az igazi nagy élmény? Fordítva. Amikor magad olvasod, meg a testvéred is maga olvast, és beszélgettek, és kiderül, hogy ugyanazt találtátok. Egymástól függetlenül, és azon gondolkozz, hogy fú, ez a gondolat honnan jött, és biztos, hogy jön, stb. És egyszer csak találkozol valakivel, aki tőled függetlenül, a befolyásod nélkül ugyanazt mondja, te figyelj, arra jutottam, hogy. És akkor tudod, hogy a lélek szólt. Mert egy újabb bizonyítéka, hogy a lélek szólt. Mert a próféta lelkek engednek a prófétáknak, ugye? Ha a Szentlélek működik a szívedben, ugyanazt találod majd, mint én. És ugyanazt találom, mint te. És ha különbözőt találunk, akkor a Szentlélek tovább működik, és megtanít minket a szeretetre, hogy hogyan egyeztessünk, ugye? És ne kezdjük egymást kövezni, hogyha te nem úgy látod, mint én még nem látom úgy, mint te, stb. De a Biblia egyrészt személyesen kell, hogy hozzád szóljon, másrészt, amikor már a közösség következik, a közösséghez is ugyanúgy szól. Oké? Találni fogsz olyan rokon lelkeket. Tudjátok, megjártam Európának néhány fővárosát, úgy hozta az élet. És tudjátok, akár voltam Hollandiában, vagy Franciaországban, vagy Anglia, bárhol, mindenhol találok olyan gyülekezeteket, amik adventista gyülekezetek, mindig elmegyek szombaton, hogyha ilyen helyen vagyok, és tudjátok, mit találok? Ugyanolyan gondolkodású testvéreket. Nem mindenki, de mindig megtalálom a rokonaimat. Akikkel soha életemben nem találkozom, elmegyünk nyaralni Pulára, és összeakadok egy sráccal, aki ugyanaz a gondolkodásunk. Teljesen. Be tudjuk fejezni egymás mondatát, életünkben először látjuk egymást. Szeretném, hogyha jól értenénk, azt mondja Péter, itt van a kezetekben a prófétai beszéd, és most már tényleg lezárom. Erre jól teszitek, ha figyeltek. Mert ez olyan, mint a sötét helyen világító szövétnek, vagy lámpás. Mi a sötét hely? Mi a sötét hely? Mi az a sötét hely? Bennünk? Igen? Jó? Kicsit globálisabban. Az egész világ, így van. Azt mondja a Zsoltár Mika, a halál árnyékának völgye, mert mutassatok már egy helyet, amit nem a halál árnyékának völgye. Egy helyet mutassatok a Földön, ami nem az.
Ugye? Azt mondja, nem baj, sötét helyen világító szövétnek. Benned ott van a sötét, csak hogy van benned? Ugye emberi természeted van. Az alapvető viselkedése az embernek az önzés. Ez a sötétség. Azt mondja, egyszer csak bevilágít egy lámpás. Az igére jól teszed, ha figyelsz. Figyelitek? Figyelsz az igére. Nem csak az van, hogy jól teszed, ha elolvasod a reggeli dicséretet, mert a jó keresztény azzal kezdi a napot, ugye? Hanem azt mondja, figyelj oda rá. Olyan, mint egy lámpás a sötét helyen. Lábaimnak szövétnek-e a te igéd, és ösvényen világossága, mondja a 119. Zsoltár. Mint sötét helyen világító lámpás, meddig? Még nappal virrad. Mi a nappal virradás? Mi a nap felkelte? Mi a nap felkelte? Mit jelképez? Így van. Jézus eljövetele. Jézus eljövetele. Még végre eljön a nap felkelte. De figyelj, Jézus eljövetele nem csak a történelem lezárása, hanem azt mondja, a szívedben felkel a hajnalcsillag. Azonosítsátok nekem, kérlek, az igéből, mi a hajnalcsillag? Jézus, így van. Én vagyok a fényes hajnali csillag, mondja a Jelenések könyve 22. fejezete, meg a 2. fejezet is. Azt mondja, az igét azért olvasd is, ez a mai üzenetem, ez a lényeg. Vedd a kezedbe az igét. Nem csak azért, mert a jó adventista olvassa az igét. Nem csak azért, mert egy élményt keresek, mert lehet, hogy érzelmileg nem kapom meg azt az élményt. De a vége akkor is az, hogy a szívedben ott fog lakni Jézus, mert az ige semmi másról nem szól, csak ő róla. Jézus az ige által szeretné magára felhívni a figyelmedet. Tudjátok, Jézus szomjazza a figyelmünket, szomjazza a hálánkat. Arra vágyik, hogy azok, akiket megteremtett és aztán megváltott, azok végre figyeljenek az ő hangjára. Szeretne téged és engem mindannyiunkat egyenként felvinni a hegyre, lehet, hogy nem fizikailag, de szeretné, ha meglátnánk az ő dicsőségét, ha meghallanánk az Atya hangját. Jézus szeretné azt, hogyha az ő beszéde, ami szívünkben gazdagon lakna, mondja a Pál. Ugye Krisztus beszéde lakik bennetek gazdagon. Szeretné, hogyha az ő beszéde, ez a Biblia, ez az ige, elvégezné bennetek mindazt, amit ő tervezett. Erre nézve van ígéretünk. Én azt kívánom a gyülekezetnek, az alegeszegi gyülekezetnek, hogy a szívünkben keljen fel az a hajnalcsillag, az a bizonyos hajnalcsillag, aki személyesen Jézus Krisztus lakjon a szívünkben, és ez látszódjon meg az életünkben. Amen. Kérlek benneteket, hogy akik tehetünk, hajtsunk térdet. Mennyei Atyánk, köszönjük neked az Úr Jézus Krisztust. Köszönjük, hogy az Úr Jézust kijelentett számunkra a te igédből. És Atyánk, szeretnénk kérni téged, mint akik úgymond gyakorló keresztények vagyunk. Valami többre vágyunk. Nem más névre, vagy valami újfajta rendszerre, vagy más vallásra, vagy bármi. Egy dologra vágyunk, Atyánk, hogy az igéből Jézus Krisztus felragyogjon nekünk. Szeretnénk átélni nap mint nap azt az élményt, ami Péter életében egy egyszeri élmény volt. És Atyánk, szeretnénk mindig szüntelenül szemlélni Krisztust. Atyánk, tudjuk, hogy Péter nem bukott volna el, hogyha Krisztust szemléli, és továbbra is szereti őt. És nekünk sem kell elbuknunk, hogyha folyamatosan a te fiadat szemléljük. Jó Atyánk, köszönjük, hogy elküldted őt értünk, hogy meghalt értünk, de nem csak meghalt Jézus értünk, hanem fel is támadt. Segíts őt meglátnunk az ige lapjain, akár ó, akár új szövetség. Adj türelmet nekünk is, figyelmet, éberséget a te igét kutatásához. Egy nap mint nap felragyogjon Krisztus az ő nevében. Amen. Amen.